Szeretettel köszöntök. Köszöntök mindenkit, Földi Tamás vagyok. Voltam szinkronrendező, igazából csak egy stúdiót vezetett manapság, de nem is ez a lényeg, remélhetőleg jöttünk, hanem azért, hogy ott készül a szinkronrendező, vannak vendégeink is, mint minden hónapban. Szóval a lényeg az, hogy szeretnék kérni egy urat és egy hölgyet, aki úgy szokott a fürdőkádban próbálgatni hangokat, vagy nem próbálta még, de most kipróbálta. Azt kérem tőle, nyugodtan fordulj arra, hogy amikor meglátod, hogy milyen figura van a képen, azon a hangon, ami szerinted hozzáírik, az első mondatot kérem szépen. Jó? Én már. Már egy is. Nem. Következik. Hol vagy? Nagyszerű. Oké. Mi a második mondatod? Vegyek egy dobozt, vagy a dobozba. Légy szíves, vegyél. Légy szíves. Vegyél egy dobozt, vagy a dobozba. Ahogy meglátod, ne gondolkodj, ami jön. Oké? De ugye mindenki hallja. Mehet? Légy szíves, vegyél egy dobozt, vagy a dobozba. Igen? Jó napot kívánok! Jó, köszönöm szépen, és akkor a hölgy versenyző. Milyen mindenket csináltunk, hogy azt mondjuk. No, abban a pillanatban csípőből. Hőre cuki kutya. Oké. Okay. Várjál, gondolkod a második, mi volt? De nehéz a csomag? Igen. Várj. De nehéz a csomagom! Igen. És a harmadik, mert? Hozzam el a gyereket az oviból. Légy szíves, hozzam el a gyereket az oviból. Mert? Most hozzá a gyereket az obiból. Köszönöm szépen. Szóval a lényeg az, hogy bizony, akik ott dolgoznak, azoknak ennek a tizedre, tehát négy kocka. Ugye azt szoktam mondani mindenkinek, hogy reflex idején a szakmának, az azt jelenti, hogy a vágó, amikor dolgoznak, azzal kezdik, hogy az összes felvett dialógot négy kockával előre kapják. Mi az a kocka, hogy egy másodpercben a kis hazánkban a 25-ös pálrendszer szerint 25 kocka van, ami azt jelenti, hogy van egy reflex idején mindenkinek, hogy általában a színjelző egyessel, papírral és képpel dolgoznak, az azt jelenti, hogy megszólal a hang, meglátja és megszólal. Ez általában négy kockányi szokott lenni átlagban a színészeknél. Persze ez kortól, alkoholtól függően változhat. De lényeg az, hogy nincs ennyi idejük, és abban a pillanatban olyan hangot kell adni, ami azt mondja, hogy kövi. Tehát, hogy ideig gyorsultunk. És ha már látjuk ezt a kedves hölgyet, aki ugye a Griffin család asszonya, hát akkor köszöntjük a ma esti vendégeinket, Vándor Évát és Harmadik Nézt. Mondaná azt, hogy mi volt a mondat? Légy szíves, hozd el a gyereket az oviból. Légy szíves, hozd el a gyereket az oviból. Amiért itt vagyunk, először is hagyd mondjam el, hogy igaz, hogy 35 éve halt meg Lennon, viszont ma van a születés. Jó. A 35. születésnapja, és hogy nem előkerül? Kicsit készültünk. Jó. Jó Istenem, nagyon szép lettek szülem. Valami édesek vagytok. Köszönöm szépen, hogy nagy meglepetés. Mik azok, ugye megvan az, hogy mire vagyunk büszkén a közösen természetesen, ami mondjuk van állandó figurátok, és azt nem csináljátok. Hova nagy vérzés? Hát szomorúságban nem, nem agyvérzés, hanem van egy olyan, hogy miért nem én, de azért mondom, hogy ez rendezőfüggő. Például a Goldie Hawn-t már többször csináltam, fiatalnak is, meg idősebbnek is, meg a Susan Sarandon-t, igen. Ő az, aki mindent tud rólam, különben megmutatom, ő Gali. És betekednek majd a fiúval, hogy játszottok ilyen versenyt. Cseréljétek? Szóval, hogy... Hát én elfogadom a rendezőnek az ő döntését. Hát nem az, hogy... Ezt én jobban beszélni. De, volt már olyan. És? Ülök otthon, és akkor egy kicsit... Vagy olyan is volt, hogy átkapcsolom, mert mondjuk valamiért tényleg nem bírtam hallani azt a másik megoldást, és akkor
Az embernek is hatalmas szabadságot ad az a távirányítás. Az a Tóthenc szokott inkább. Igen. És amikor te csinálod, akkor hány filmben voltál? Hát kettő vagy három. És akkor nincs az, hogy lehet? Hát azért az Enci nagyon jó szintén. Hát szerintem az Enci nagyon jó, de engem az amerikaiak választottak. Igen, de amerikai sokszor... Igen, mert akkor úgy mondom, a Pán Péterben az egy... Az Pán egy, Péterben is, igen. Az egy kis tündérke volt, szóbeszédben is. Gilingalan. Tehát az más. Egyébként én nem láttam, tehát biztos jó volt. Tehát ez olyan szokott lennünk, azt mondja a rendező, hogy ez mindig a vándorkasztó, de a filmben mondjuk olyan más az a figura. Ezért van ilyen. Tehát könyörgöm ilyenkor, hogy azt mondom, hogy igen, nem, meg színész. Egy színész. Az a színész el tudja játszani ezt. Pontosan. Biztos, hogy ő is le tudja szinkronizálni. De nem, mert ebben a rajzfilmet szerette. Hát az sok mindentől függ. Szerintem. A rajzfilmtől függ. Figyelj, a Feminine-ben. Azért úgy meghaltuk a hőrést? Meg. Hát az durva. Meg. Az nagyon kemény. Az kemény. Az nagyon. Az... Egyedül vagytok, párul vagytok? Hát általában a pubival szoktam lenni, alias kerekes... József. József. Sosem mondtam neki. József. De szerintem az egész... Magyarországon. Az üvegtégris is fényen, amikor bemutatkoznak, hogy hívják őket. Kaksi, vagy nem tudom mi a nem tudom. Igen? Igen, azért mondom, hogy ő vele szoktunk ülni párba, tehát ilyenkor már ülünk. Tehát, mert állni kell a szinkronba, de amikor mondjuk csak ketten vagyunk azon a 2-3 órán, akkor... Mert azért ezt lábbal is kell bírni, nem csak hanggal, szóval ezt a kis szinkron feladatot, úgyhogy mostanában már azért ülünk. Úgyhogy az jó, és akkor ott ülünk, és akkor így... Tehát volt az úgy, hogy egy olyan tekercs volt, amiben nem voltam benne, és a Pubi mondta, és egyszerűen beleröhögtem. Tehát egyszerűen mondtam, hogy se haragni, nem bírtam ki, és akkor szegény behette újra. Van a szinkron, amikor beírja a dramatikus, hogy reagál. Ugyanez a rögtönzés, hogy reagál. És akkor valamit reagál, ugye a hős, csak megkérdezte, abban a pillanatban most halunk, nevetünk, vagy éppen mit csinál. A Pannoniába annak idején, csak nem tudom, hogy persze már több ilyen műsort adtál, itt szóval előadást tartottál a szinkronról. Lehet, nem tudom, hogy szóba jött-e az örejezés. Aztán beszéltünk az örejekről régen. Na, mert hogyha egy ilyen régebbi filmet megnéznek, akkor lehet hallani, hogy régi fekete-fehér filmeknél le kellett az Zörej brigáda, vagy volt külön egy Zörej brigáda, aki leszinkronizálta az üveg lépéseket például, és ennek a vezetője, véletlenül ismertem, a Langer Ede úr, aki Oscar-díjas, mert a Légy című filmnek például ő volt a hangja, mutatta mindig a szájában, hogy csinálta, és a Légy című rajzfilm az Oscar-t kapott annak idején, és ő volt a hangja, egyébként az Operett Színházban volt basszista az énekkarban. A felesége, a Langer Icuka, ő pedig a TV Macinak volt a szinkron hangja, az a Azt ő csinálta. Egy valami csata jelenet volt, hogy 20 lovas jöttek, vágták egymást meg minden. Hatan voltak talán. Ede úrral, magas régi vágású úr volt ilyen végig, a Jágor Bajuszon idált. Végignéztek az 5 perces csata jelenetet. Jó, és akkor mondta, akkor Géza, te vagy az, aki ott bejön azzal a kardalot leszúrja, ezért te vagy az, aki leesik alulról, és egyből felszinkronizálták az 5 percet lódobogással, tényleg tökökkel, tehát ilyen kókusszal, vagy mivel, mint a gyaloggalóban, ahogy mutatják a lódobogást, és ott így néztem, nagyon profik voltak. Úgyhogy a régi filmekben lehet hallani, hogy a lépések, a csoszogások, különböző, mit tudom, 20 párféle cipőjük volt, ajtónyikorgás, lavor, öntötték a vizet, mert itt szóval nagyon érdekes. Tulajdonképpen a rádióban is így volt. Vagy igen, nem is tudom. Na most azóta annyit fejlődött a dolog, hogy van egy nemzetközi sáv, ezt biztos mesélted. Van egy nemzetközi sáv, ami rajta van az összes Zörej, kivéve a dialógus is. Az is nagyon érdekes azt meghallgatni egyébként, egy zsúfolt kávézó belsejében beszélget két ember, és mindent lehet hallani, a kávécsészék csörgés, mindent, csak a dialógus nem közelik van. Egyszer? Na? Biztos, nem tudom, hány évesek önök.
Jurassic Park? Nem a Jurassic, hanem az a két egér, hogy hívják azt a rajzfilmet. Tomi? Nem az, hogy ez egy macska. Hát igen, én is. Hogy hívják azt a rajzfilmet? A két egér. Hát tudod a... Csipendél. Csipendél köszönöm szépen. Az a mókosos. Mókos? Hát mondom, hogy mókos. Igen, és akkor bejött a... Tehát nem az a nagyon régi, ami nagyon régi, hanem amikor már beszéltek, meg volt ott a hogy hívják a kislány mókust? A sziporka, igen, meg volt az a... Karglipi, igen. Hát, na, ugye. Az egy szerencsé. No, jó, mindenki látta. De, és ennek a castingját szeretném elmondani, mert hogy ugye manapság divat az, hogy Amerikából jön film, akkor castingot tartanak a hangokra. És az úgy kell, hogy mi fölmondunk egy-egy mondatot, ugye kvázi szinkronba, és azt kiviszik Amerikába, és ha stimmel ez a, nem tudom, amit mérnek, akkor tiéd a szerep. De akár alkalmas vagy rá, akár nem, akár van még alkalmasra. Tehát ugyanaz a hangszín, ugyanaz a hangod, akkor te csinálod. Na és akkor csipendél, és akkor bementem, és akkor ilyen szép lassan kellett mondani, mert mondták, hogy majd fölpörgetik, mert ugye eltorzították a hangot. Az még nem digitális korszak volt, szerintem az még vezettek el csak mondani. Rendesen, az még a kapcsolatban. Tehát a vörös a szalagot gyorsították fel. Úgy kell csinálni. Igen. És akkor megkaptam a szerepet, és akkor jött a film, és akkor így kellett beszélni, a gyabrókával csináltuk, ő volt Dél, én voltam Csip, bármennyire sem ilyen, én voltam a fiú, ő voltam, igen. És így kellett mondani az összes mondatot, mert aztán meg fölgyorsították, és ez lett belőle. És milyen lassú ment a kép is lassú? Igen, a kép az normálba ment, és azt is fölgyorsították. Tehát levasították a képet ahhoz, hogy rá tudsz szinkronizálni. Így van, ahhoz, hogy rá tudsz, teljesen normálban, csak egy kicsit lass, tehát mélyebben, lassabban, hogy így felgyorsították, és ilyen mondom, mókus, hang lett az egész, és akkor ott álltam, és mondom, hogy azt mondják már meg, hogy erre minek használunk. Tehát, hogy bárki, tehát akinek így, így fölgyorsítják a hangját, az ilyen, így fog beszélni. 200 rész volt legalább. Az jó volt. Jó. Manapság meg annyira védik ezeket az új, mint a Walt Disney meg nagyobb stúdió filmjeit, hogy dehogy kikerüljön idő előtt, hogy már szinkronizáltam úgy filmet, talán valamelyik Indiana Jones-ban kis szerepet, hogy semmit nem láttam a filmből, csak az én figurám arca volt egy lyukon keresztül látható. Tehát tök sötét volt a képen, és amikor képen kívül beszéltek, akkor meg tök sötét volt. Tehát akkor még és azt hiszem az első tekercs ráadás olyan volt, ami még nem jelent meg, csak a hangja. És mondom, legalább mutassátok meg, hogy néz ki az a figura. Hát semmi. Hát az ilyen a kópia, ilyet kaptunk, majd lesz egy olyan tekercsem, és akkor megmutatták, és egy kis lyukon, csak az arca. Még a mozdulata is, pedig az nagyon fontos egy szinkronban, vagy amikor leül, kirántja a kardját, mit tudom én, szóval csinál majd fizikai erősebb mozdulatot, hát akkor máshogy szólal meg az ember, máshogy veszi a levegőt, még azt se lát. Az első ilyen védett film volt, az a Jurassic Park volt, amiben Évi beszélt a főszereplőnő hangja. Vagyis, szinkronizálta. És ott állt két ilyen nagy darab ember, aki őrizte a kópiát, hogy nehogy azzal történjen valami, és akkor volt az első film, amikor egy tekercset általában, hát azért egy perc alatt fel lehet venni kettő alatt, és volt, hogy fél óráig, mert hogy nem stimmelt, itt volt az angol hangos ember, és nézte a műszert, hogy nem ugyanaz a hanghullám, és ilyen magyarázták neki, hogy a magyarok a mondat végét leviszik, ő pedig felhagyta az amerikai is, de valahogy úgy kellett addig csinálni, és amikor fetrengett a földön a szereplő, akkor le kellett feküdni a földre, és úgy mondani a szöveget, hogy ez tényleg olyan legyen. Aki nem volt, az egy kicsit megmutatva senki. Tehát a lényeg az, hogy ugye Jar Jar Binks volt a Luki, aki ilyen hangjai voltak. Mert kiderült, hogy a Luki-nak a pofa lebenyei nem lebegnek úgy. Ezért a következőt találták ki, mondjuk ott volt a vászon, leraktak neki ide egy mikrofont,
ő így csórikán behajolt, ezáltal pofalem egy följebb volt, és a... Ezek a hangok így jöttek. Így nem? Így igen. És szegény munkás, mondom, fejjel lefelézik őket a filmet. Azt mondja, a legnehezebb abba a speciál neki az volt, amikor a Jar Jar aludt. És valami ilyen... Nem tudom, milyen hangokat adott ki. Ugyanis addig, ameddig nem pont ugyanolyan volt, mint az eredeti. Addig ezek nem hagyják. Talán a Lost sorozatban volt, tehát az első epizódban egyből meg is haltam, tehát mondjuk a 30. percben. Igen ám, de minden egyes rész azzal kezdődött, ugyanazzal a pár snittel kezdődött, amiben az egy figura elmondott egy mondatot. Ezért én még évekig jártam vissza a sorozathoz, hogy azt az egy mondatot benyögjem, mondtam, hogy gyerekek, ezért Ctrl-C, Ctrl-V, komolyan, hát miért? Nem, ezért. Na most pont kinyaraltunk Portugáliában, Derzsi Évi gyártásvezető felhívott, hogy Imre, hát visszaírt a figura, van egy mondata. De akkor már évek óta nem csináltam. Mondom, hát sajnos nem tudok menni, mert hát Portugáliában vagyok. Hosszú szünet. Hát akkor most mit csinálja? Hát mondom, szerintem... És ajánlottam neki a Cvetit, Cvetkot, hogy hasonló hangszínünk van. Most májusban nem is tudom hol volt, utána a filmben volt egy szinkronom, és kiderült, hogy egy mondat lemaradt. De én hétfőn már elutaztam vitorlázni, Elba, Korzika között bókláztam és hánytam szint magam, mert iszonyatos hullámok voltak, szóval rettenetes volt, soha többet. És a kikötőben telefon, és hogy kimaradt egy mondat. És hál' Istennek nálam volt egy ilyen elég profi kétkapszulás ilyen broadcast minőségben felvevős cuccom, és mondom, hát azt az minden egy mondat... Minden szót értenek. Mindegy, szóval egy jó hangfelvevő, amit filmesek is használnak, tehát mert ott a vitorláson forgatta mindenféle dolgokat, és mondom, majd szép csöndbe. Majd amikor csöndek, de hát egyfolytában fújt a szél, a kikötőben tölt minden, tehát zajok. Végül az egyik kajutat kipárnáztam, és éjszaka, nem mertem megmondani a többieknek, hogy én dolgozni fogok éjszaka, mert akkor hát lezavarnak a hajóra. És a hajó orrában itt tölt csöndben már mindenki lefeküdt, hallom, már mindenki nyugi van, és akkor éjjel fél egykor. Rámondtam így a mondat, úgy szólt, hogy meneküljön! Elküldtem e-mailbe, egyből be a gép, elküldtem e-mailbe. Visszatok, Imre, ez előtte dinamikusan beszélt, hangosan osztotta a parancsokat az Jürgen, a munkásoknak. Ez a mondat nem lehet, hogy tegyétek arrébb a rendben, mi volt. Jó, hát én meg féltem volna, felébreztem a többieket, életben nem fog fejlődni. Aztán fogtam magam, hát ahogy lesz, úgy lesz, és hangosan, úgy rendesen álmodtam. Megekérsz nyugtalan a nyugtalan? Kivágódott az ajtó, szomszédból Szigeti Zoli, haverom, ki? Mit csinálsz itt? És így ülök ilyen, fél egykor egy, szinkronizálom. Azt mondta, nem vagy normális, mondatok. Jó, azt mondom, de még hagyd mondjam fel, még párszor, jó, menjünk. Másnap az egész társaság azzal várt, hogy ezt a mondatot hajtották. Az egyik legjobb szinkronunkat éjféltől reggel 6-ig vettük, ez a halásoron volt. Halásoron azt megcsináltál? Az nagyon jó. Az szuper. A Kőszegi volt az, aki egész nap szinkronizált, és másnap utazott Németországba. Azt mondta, hogy gyerekek nem, de hát mondtuk Tom Hanks. Így, akkor éjfél körül odaérek. És éjfélkor kezdtük el, és reggel. Ez nagyon kemény. Nem tudom hány. Még az gyönyörű volt. És azzal volt neki aznapra 500 tekercse. Tehát azzal a 190 valami tekercse, 500 tekercse. Szinte minden. És nincs benne, nem volt. Hát. Van-e kérdés eddig? Milyenkkel kapcsolatban bárkinek, bárkihez? Vagy csak úgy. Vagy csak úgy. Hát, látszás, számítottam. A Vandorival kapcsán az, hogy volt ez a Disney Channelben a az a sok sikert Charlie-ban, hogy az anyját adtad, az hogy ment? Imádtam. Hát az... Az melyik? Az csodál, az is... Na hát most tele vagyok, voltam, vagy nem is biztos, hogy tudom mindegyiknek a címét, segítesz, hogy vannak ilyen családsorozatok,
ahol van egy mama, egy papa, minimum két gyerek, de inkább három. Igen. És valami elementáris, ahogy tudják variálni a témát, a helyzeteket, a szituációkat, és egyszerűen vége láthatatlan, és annyira természetes, és annyira magától értetődő, hogy én imádom. Egyszerűen a Charlie is, a Dadus is isteni volt, a Charlie most van ez a... Családom és egyéb. Családom és egyéb emberfajták. Azt látja valaki? Nem? Legszívül. Melyiken megy? Régen az M1-en ment, most pedig a M2-n. Meg megy az HBO-n is, de akkor nem tavasz. Az egy olyan, komolyan mondom, de amit te említettél, abban is, én mindig sírok a végén. De most ez lehet, hogy... Nem. Valamikor a röhögéstől. De úgy tudják ezeket a... Ezek ilyen pici mini történetek, tehát nem úgy, hogy elkezdett hétfőn és szombaton van a vége, hanem ugye ilyen kerek kis történetek minden nap, vagy hetente, mindegy, ahogy adják. Tehát eleje, közepe, vége van a történetnek, és a végén úgy tudják facsarni, meg csavarni, hogy én mindig bőgök. De nem azért, mert valami rosszért, hanem azért, mert valami jó. Tehát, hogy ezeket, hogy tudják ezeket a történeteket, és olyan egyszerű, nem? Valami, jó, lehet, hogy az nem annyira, amit te most említettél, hanem ez a családom és egyéb emberfajták, mindenkinek javaslom, és egyszerűen olyan, ez egy közép jó módban, egy közép rossz módban élő család Amerikában, de mondom, szerintem nem tudom, tehát 6 millió családról mintázhatták, szóval őrületesen hétköznapi az egész, három gyerekkel, és azokat a problémákat feszegeti, problémákat idézőben, de tényleg problémák, például, hogy nincs pénzük karácsonykor, és akkor mi legyen. De nem úgy, hogy ők most szegények, hanem egyszerűen gyerekem, erre most nem futja, most nem. És ezt oldják meg, mondjuk most, és mindig olyan szívfacsaró a vége, és mindig az a vége, hogy együtt a család annyira baromira jól el vannak. Annyira imádom, de tényleg én például nem tudom, te hogy vagy, vagy te hogy vagy. Én tényleg mondjuk olyan a szerep, hogy meghatódik, vagy sír, én effektíve sírok. Tehát nem is merek kijönni a stúdióból, hogy ne lássák, hogy sírok, de például elcsuklik a hangom, tehát itt a gombóc, és mondom, menjünk még egyszer. Mert egyszerűen nem tudok beszélni annyira magában ragadott történet. Akartál ezzel kérdezni valamit? Vagy? Igen, ez. Vagy egész másról beszél. Mert volt a Dadus sorozat, láttátok? Láttál? Egyszer-kétszer. És azt nem is tudom hány rész volt, hány évad. És egyszer csak volt a búcsúja, hogy volt az utolsó adás, amikor megszűnt ez a Dadus mint sorozat, és kiállt a nő, neve neki? Fran Drescher. És ő azt állandó, biztos, hogy igaz, mert ti már nem úgy hallottátok sajnos, mert alá kevertek ilyen közönséghangot, de ők közönség előtt vették fel. Úgy, mint régen a Family Kft. De egyszer ott voltam, ott ültek, hát nem is, hogy így ültek ott, és röhögtek a bűnjelnek. Tizedig ültünk ott, Gornettanás, én voltam az egyik. És akkor még volt, hogy ott ültünk, plusz egy ilyen szintetizátorra nyomogatta a plusz nevetéseket, mert aztán az nem lett, már csak a gomb nyomogatás. Hát, ott kezdtem a szakmát. Na mindegy, és akkor a Fran Drescher kiárt a függöny elé, és akkor mondott, elbocsúzott a közönségtől, köszönjük szépen, hogy nem tudom hány évig vele voltak, meg csinézték meg mindent, és a szép ment a függöny, és végigjárta a díszletet. De komolyan mondom, még most is a torkomban a sírás, tényleg nem azért fogok sírni, de hogy nem. És ahogy elbúcsúzott, és komolyan mondom, így szakadt a könnyen, meg hát én is elbúcsúztam végül is ettől a szereptől. Sajnáltad és a többi részt. Nem, egyszerűen gyönyörű volt, egyszerűen megható volt, gyönyörű volt, hogy egy ilyen sorozatot, de jó mondjuk abban az élete volt benne. No, szóval, mielőtt elköszönünk, jövőre január 12-én folytatódik más struktúrában ez az egész történet, és a vendégek Talos Szilvia és
Kérdez. Nem érjük be a kis felhívott, hogy vállalja előre. Daru Szilvia és Csankó Zoltán lesz, igen, és a műsorvezető neve pedig Sesták Szabolcs lesz. Ami azt jelenti, hogy a műsor nem a vendégekről fog szólni a Sesztákot. Röfög meg mindenfajta. Kicsit más lesz, kicsit jobb lesz. Jobb lenne az. Tehát más lesz a történet, de folytatódik. És akkor majd én is oda fölülök, azt hozzuk, amikor se ezt átítézni. Szóval a lényeg az, hogy... Szeretnénk megköszönni neked, Tamás. Ezt így, így az egészségünkre. És azt is köszönöm, hogy, hogy ez a dolog így létrejöhetett. Az, hogy most átalakul ez egy dolog, de folytatjuk, és Tamás meg szeretjük. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy mindenki nagyon meleg a karácsony este. Így úgy, amúgy mindenhogy. Jövőre pedig mindenkinek azt, amit szeretne, mert ugye mazoistáknak lehet, hogy egy kalapács a farkára megöbölöm, de legyen az neki a legjobb, tehát nagyon-nagyon boldog új évet, nagyon kedves és kellemes áldott ünnepeket mindenkinek kívánunk. És hogyha jövőre találkozzanak, köszönjük szépen! Köszönjük.